Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, ez még mindig a Beugró Hobbista, a Pesti TV politikai talkshow, én Bohár Dániel vagyok. Miért húzzák a keleti vakcinák engedélyét az EU-ban? Lehet-e majd utazni velük? Miért lassú az uniós oltási program? Van-e valódi tétje a baloldali előválasztásnak? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ ma este Deutsch Tamás európai parlamenti képviselővel, Deák Dániellel, a 24. század intézet vezető elemzőjével, és Takács Áronnal, a Pesti TV egyik állandó arcával. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, köszönöm, hogy itt vagytok. Tamás, először hozzád fordulok, és azt azért a Beugró Hobbista nézői tudják, hogy tegnap ezen a széken Kubatov Gábor ült. A Fradi 3 fordulóval a bajnokság vége előtt bajnok lett. Ti 6-ak vagytok, hogyha jól tudom. Most játszunk éppen, ez egy egészen fantasztikus, hát hogy fogalmazzak, talán áldozat a részemről, hogy az utolsó bajnoki mérkőzés. Ezt köszönjük szépen. Megtekintése helyett én most itt vagyok, de... Mit tud a Fradi, amit ti nem? Több mérkőzés nyert, tehát azért ez a legnagyobb tudás, a labdarúgásban, amikor matematikailag is immár bizonyos lett a Ferencváros bajnoki címe, akkor vannak rendje és módja szerint minden sportágban megteszem, hogy amiben az MTK csapata is vitézkedik, akkor ott a bajnok, amikor bajnok lesz, akkor annak a vezetőjét, elnökét, szakosztályvezetőjét köszöntöm egy SMS-be, így tettem ezt a Fradi bajnoki címén, és azt írtam, talán nem pletykálok nagyon, vagy nem beszélem ki ezt az SMS-t, hogy tulajdonképpen mind a ketten az eredeti célkitűzésünket elértük. A Fradi úgy indult neki a bajnokságnak, hogy szeretne újra bajnok lenni, mi úgy indult neki a bajnokságnak, hogy szeretnénk biztosan bennmaradni. Eltérőek az ambíciók, de mégis azért az nagy dolog, amikor egy ilyen hosszú viadalsorozat végén kiki az eredeti maximális célját el tudja érni. Lesz azért még úgy azért a Magyar NB1-ben, hogy ugyanazért a célért indulunk, és az nem a bennmaradás, vagy a kiesés elkerülése, és végig küzdeni fogunk, és vagy egyiknek, vagy másikunknak fog csak sikerülni. Na jó, de a viccet félretél. Női fociban ez a helyzet, ott megint nem kiabálom el, ugyan nincs vége még az alapszakasznak, de Fradi MTK, MTK Fradi döntő lesz. Úgy tűnik, hogy mi fordulunk az első helyen, tehát mi leszünk a pályaválasztók, itt egy 2 győztes meccsig tartó döntő van, úgyhogy hála az égnek, most már minden csapatsportágban a férfiak, a fiúk összecsapása mellett a női bajnokság is fontos, egyre inkább ez a helyzet a női labdarúgásban is, ott az érem már biztos, úgyhogy azért a mi focistáig is vitéskedtek a lányok. Innen is gratulálunk hozzá. Na de térjünk át a vakcina beszerzésre, amit a beharangozóban is említettem. Friss hír, hogy a WHO elismerte a Sinopharmot, engedélyezte a Sinopharm használatát. Meglepetés volt nektek ez a beismerés? Ugye pár nap ezelőtt megpont a WHO részéről egy elég érdekes közlemény látott napvilágot, ahol a bizalom szintjük bizonyos korosztály kapcsán azért nem volt meg a vakcina kapcsán, akkor látszott, hogy gyakorlatilag a nyugati gyártóknak az érdekei szerint adták ki ugye ezt a sajtóközleményt, de gyakorlatilag most már egyértelmű, hogy ezt engedni fogják, és ugye Angela Merkel pont a kínai elnökkel tárgyalt arról, hogy Németország és Kína egymás vakcináit kölcsönösen ugye el fogják majd ismerni, tehát gyakorlatilag olyan megállapodásokat fognak kötni, mint egy Magyarország is köt folyamatosan most már a szomszédos országokkal. Én nem tudom, kiírtam a Facebookra, hogy azért Szabó Tímáék mellé álljon oda valaki, hogyha meglátják ezt a hírt és elájulnak, akkor fogják őket meg, mert azért tényleg azt hallottuk, hogy a hatékonyság kapcsán itt azért láttunk már mindent, hogy tényleg a Fekete Győr Andrástól kezdve mindenkit szakértő jobb volt ennek a témának, és a merkeli professzor úrtól kezdve, nem tudom, Szlávik professzor úrig bárki mondott bármit a kínai vakcina kapcsán, az nem számított, de mondjuk, hogyha a Fegyőr valami olyan dolgot mondott a vakcina kapcsán, akkor ez rögtön már iránymutató volt. Egyébként miért van az, csak még, bocsánat, egy kérdés, hogy az Európai Unió, és felét fordulok, hogy miért húzza azt az időt, hogy amikor végre azt mondják, hogy oké, az Unióban is olcsunk ezekkel a vakcinákkal. Belülről hogy látod? Válaszolok a kérdésre, nem akarom elütni, csak azért, amit Dániel elmondott, az hadd tegyem hozzá, hogy azért
okkal és joggal sokszor mondtuk azt el, szerintem a most következő választási kampányban is el tudjuk majd mondani, hogy a magyarországi baloldalt sűrű nyelvcsapásokkal, minden létező, megengedhető és meg nem engedhető eszközökkel támogatott ilyen-olyan nemzetközi szervezetek, igenis virtigli sorosista szervezetek, ezerrel fognak beavatkozni majd a magyar választási kampányba. Most ironikusan mondom, a WHO durván beavatkozott a magyar választási kampányba, és romba döntötte a magyar baloldal választási kampányát. Mert a magyar baloldal hónapok óta arról beszél, hogy komoly emberek, azok nem is tekintik mérvadó vakcinának a kínait. Erre mit csinál a WHO? Durván összeomlasztva a baloldal szépen építgetett választási stratégiáját, azt mondja, hogy ugyanolyan pedigréje van a kínai vakcinának, mint amilyen a, hát nem is tudom, mit kell mondanom ezekre a vakcinákra, hogy német, hogy amerikai, hogy brit, tehát minden esetre a világ fejlettebb részén készülő vakcinák. Az az igazság, hogy Hogyha tényleg nagyon visszafogottan, hogy ne mondjam, szinte már diplomatikusan akar az ember fogalmazni, minden, ami az Európai Unió működésében rossz, borzalmas és kritizálható, az egy igazi klasszikus állatorvosi lóként megvolt ebben az egész összeomlott, katasztrofális, ezersebből vérző vakcina beszerzésben. Itt van egy 440-50-60 milliós piaccal rendelkező, a világ 7 legfejlettebb gazdasága közül 3-4-et a magas soraiban tudó, összességében hatalmas gazdasági, katonai, politikai potenciállal bíró szervezet, megállapodnak az állam és kormányfők, hogy együtt szerezzünk be vakcinát. És ezek után elkezdődik egy olyan totyorgás, egy komoly polgári televízióban a tökölődés kifejezést nem véletlenül használjam, amely totyorgás, komolyan mondom, ha Bőnyrét alap önkormányzatának külső bizottsági tagjaira bízza az Európai Unió ezt a vakcinabeszerzést, hamarabb lett volna meg, olcsóban lett volna, jobb szerződéseket kötnek, ezeket a szerződéseket nyilvánosságra hozták volna. Tehát ez valami egészen hihetetlen, és igen, hát ne féljünk ezt kimondani. A hihetetlen nagy befolyással a politikai döntések meghozatalára és hihetetlen nagy befolyással bíró gazdasági ágazat szereplői egyfelől szerették volna azt az üzletet, hogy tőlük rendeljenek, meg szerették volna azt az üzletet is, hogy másoktól meg ne. Hát van egy őrületes piaci verseny. Hát 7 milliárdnyal is többen élünk most a bolygón. Hát ha évente tényleg mindenkinek 2 oltást kell adni, ugye egyelőre egy vakcina van, ami egy dózisú, már 10 millió virológus országot. Tehát 2 dózisú mindegyik. Ha évente ennek a népességnek az egyharmada fel is veszi az oltást, az 2,1 milliárdnál is több. Az évi 4,2 milliárdnyi vakcina. De nem 4,2, 4,5 milliárdnyi vakcina. Egy gigantikus piac. Hát ebben szokták mondani, szóval jóval kevesebbért már vágták el embereknek fültől fülig a torkát. Tehát azért itt egy őrületes piaci küzdelem van. Ja, hogy ennek enged az Európai Unió, hogy beleszáll ebbe, hogy a magyar baloldalnak van hozzá ízlése, hogy ehhez az egészen földszintes üzleti torzsalkodáshoz adja a nevét. Hogy van ahhoz ízlése, hogy arra építsen politikai stratégiát, hogy hogyan lehet kárt okozni a saját polgárainak, mert hát ugye Krekó Péter elmondta, hogy hát bizalmatlanságot kell kelteni a oltással, oltakozással, a védőoltások felvételével kapcsolatban, és lelkesen ezt a stratégiát követték, hogy egyébként a nagy létszámú és sűrű hadoszlopokban felvonuló, masírozó, a magyarországi baloldalt támogató médiahadsereg az naponta 20-30-40 cikknek hazudott propaganda írásban a legkörmönfontabb módon folytat egy sunyi oltásellenes kampányt, mert a nyílt, határozott oltásellenes kampányt azt a politika világában csinálja a baloldal, és ennek a pandantja ez a sunyi oltásellenes kampány. Hát nem tudjuk egész pontosan, hát dél-zambiai cipészek által végzett felmérés szerint úgy tűnik, hogy hát minthogyha a keleti vakcináknak a hatodlagos hatékonysága elmaradna a nyugatiaktól. Hát valami egészen elképesztő, förtemes dolog,
Ha komoly világ lenne itt Európában, akkor szerintem sokkal komolyabb következményei lennének mindennek. Háborúban vagyunk, és ebben a háborúban a védelemre szoruló polgárok érdekeit elárulják. Ha már ez a pénznél vagyunk, Dani, mi lenne, hogyha hagynánk ezt a kérdést, és a feleségednek 4 millió dollárt utána valaki az ő számlájára? Közös számlára? Közös számlátokra hétvégén. Igen, én csak hát kérdezek. Egy nagyon fontos dolog úgy, hogy annak a cégnek a megemlítéséről elfeledkezne. Vagy te vagy a feleséged, amely cégnek igen. a számlájára, és csak beesik 4 millió euró. Gyakori ilyen az Európai Unióban, hogy így hirtelen számlákon megjelennek 4 millió dollárok egyébként? Melyikünkkel nem fordult el? Nem, hát nem nézitek a... Igen, rossz. A push üzeneteket a telefonjaitokban. Gyorsan belépek a mobilbankomba, hogy... Nem is előfordult, hát ne vicceljetek már. Ez. Szóval egyébként még a viccet félretéve, az is egy fontos kérdés szerintem, és az Európai Unió részéről ez még lehet akadályozása a vakcináknak az elfogadását tekintve, hogy mondjuk lehet-e majd utazni azoknak az embereknek, akik keleti vakcinákkal vannak beoltva. Dani, erről már van info. De csak annyit tudok erre mondani, hogy az európai gazdaságnak újra kell indulnia, tehát a dél-európai országok, hogyha ott nem lesz turizmus, akkor szerintem lehúzhatják a rólót hónapokon belül, Spanyolország, Olaszország, Görögország, és lehet nem is rólni, ezek rá van szorulva arra, hogy nem csak az európai, tehát északról érkező turisták jöjjenek ezekbe az országba, hanem kínai, arab vagy orosz turisták is érkezzenek, és ezek az emberek nem Pfizerrel vagy AstraZeneca-val lesznek beoltva, vagy vannak beoltva, hanem orosz és kínai vakcinákkal, tehát az Európai Uniónak engednie kell azt, hogy ezek az emberek bejöjjenek és turizmus formájában itt legyenek az Európai Unió országaiban, hiszen gyakorlatilag nélkülük az európai gazdaság az még az idei évben is recesszióban lesz. Tehát innentől kezdve, hogyha beengedik a kínai turistát a kínai vakcinával, akkor szerintem az irreális várakozás, hogy a magyar embereket, akik szintén mondjuk kínai vakcinával vannak beoltva, nem fogják elengedni mondjuk Görögországban vagy Spanyolországban nyaralni. De ha mondjuk ezt az Európai Unió akadályozza, államok államközi megállapodást köthetnek egymással? Tehát, hogy mondjuk, ahogy már vannak ilyenek, például magyarok mehetnek Szerbiába, szerbek jöhetnek Magyarországra. Tehát ez működőképes konstrukció? Minden magyar polgár bármilyen vakcinálva is lett beoltva, ha nyáron utazni akar, oda fog tudni utazni, ahova akar. Ez fog történni. Ezt tudod garantálni? Ez egészen biztos. Kettő. Az egész történet arról szól, hogy picit azért tényleg gondoljunk bele. Rengetegszer olvasok, látok megalapozatlan összeesküvés elméleteket, de azért hát van, amikor kiszúri az ember szemét, hogy valójában mi az igazi mozgatórugója egy furcsán, egyszerűen semből előkerülő javaslatnak. Hát mennyivel kényelmesebb az Európai Bizottságnak, hogy most már két plenáris héten is nagy hangsúllyal arról volt szó az Európai Parlamentben, hogy egy a láthatáron sem lévő európai vakcina útlevél, annak milyen lesz a tartalma, mert ez nagyon fontos. A láthatáron sincsen, tehát az, hogy ez ki fogja kibocsátani, ennek milyen lesz az informatikai háttere, hogy a Malagába repülőre szálló embernek a QR kódját, azt Norrköpingben, vagy Belgrád külsőn, vagy Krakkóban hogy fogják ellenőrizni, senkinek gőze sincsen. A kérdés tehát az, hogy sokkal jobb, hogy erről van szó, mint sem arról, hogy nincs vakcina, miért nincs vakcina, hogyan létezik az, hogy a briteknél 40-50-60%-os a beoltottság, az izraelieknél 40-50-60%-os, az Egyesült Államokban 40-50-60%-os, egy a keletről is vakcinákat beszerző Európai Uniós tagországban nálunk már 45% felé halad a beoltottság, az Európai Unió nagy, közepes és kis országaiban meg 18-21, meg 22%. És dühött, ideges, emiatt joggal frusztrált és elégedetlen képviselők számon kérő beszédei helyett inkább folyik egy Európai Uniós speech arról, hogy jaj, ez így a vakcina útlevél, úgy a vakcina útlevél. Még egyszer mondom, aminek a kidolgozottsága, az finoman fogalmazva is még csak kezdetleges. Tehát az, hogy mennyire tényleg csűröz ez a kezdeményezés, hogy Ausztria, de most már Németországban is erről van szó, hogy gyakorlatilag mindenhol a magyarhoz hasonló védettségi igazolványt fognak bevezetni, és arról lesz szó, hogy ezek az országok egymással megállapodnak, és ahogy ezt követően egy magyarországi csendben, ugye már Horvátországgal is zajlik a megállapodás, hogy ott van Romániával, és most már a Kelemen Hunor azt mondta, hogy napokban meg lesz a megállapodás, tehát gyakorlatilag minden térségben lévő, és most már térségen kívüli országgal is kezdenek megállapodásokat kötni a különféle kormányok.
bizonyítványok, ez lesz mindenhol, és szerintem ebből az uniós zöld igazolványból, vagy QR-kódos, nem tudom miből, ebből majd maximum augusztusban lesz valami, de addigra már a tagállamok megoldják ezt a problémát, de ez mindenhol így volt, tehát a járvány kitörésére emlékezzünk vissza, amikor már az országok lezárták a határokat, bevezették a korlátozó intézkedéseket, rá egy hónapra adott ki az Európai Unió egy iránymutatást azzal kapcsolatosan, hogy mit kéne tenni a tagállamoknak, és ezek a javaslatok, iránymutatások gyakorlatilag a tagállamok által már hónapokkal korábban bevezetett intézkedésekről szólt, de hát a oltási programoknál is ugyanezt látjuk, hogy ott is olyan javaslatokat fogalmaznak meg, amit például Magyarország már régóta alkal. Nem úgy emlékszem, amikor Bergámóba kitört ez a nagy járvány, nem tudom, emlékeztek arra, és akkor a Putyin oda küldött egy illetve felpakolt a vegyvédelmi zászlóalját, ott mindent lefertőtlenítettek, az olaszok tök hálásak voltak, és az EU meg így nézett, hogy de hát ezt nem szabad. És akkor egész Olaszország így egy emberként mondta nekik, hogy elmentek ti az anyátokba, meg mindent, tehát tök hálásak voltak a Putyinnak, hogy oda küldte a segítséget, és az EU meg így nézett, hogy ja, de hát nekem nincs vegyvédelmi zászlója, nekem csak irányelveim vannak, tehát nagyjából ennyi volt a válság. Elnézést, igaz, amit mondasz, jó poén, csak még egy dolgot tegyünk hozzá. Aztán, amikor felúcsúttak abból, ebből a nézésből, akkor fel is háborodtak. Igen. Tehát azt mondták brüsszeli bürokrácia, ez milyen csúnya dolog volt. Igen. Hát a Putyin diktátor. Oda ment, nyilvánvalóan mentek oda, ezek képesek, önös politik, propagandából képesek. Megmutatták, hogy mégse vadállatok, hanem segítettek. Európai értékeket képviselünk. Hagyjuk meghalni az olaszokat, ezek az oroszok pedig képesek segíteni, sőt még a kínaiak is képesek segíteni. Egészen elképesztő, tehát szóval azért akkor a jól emlékszem, kognitív diszonancia az egy külön fejezet lesz. Ha jól emlékszem, az EU támogatottság Olaszországban, akkor így nagyjából egy ilyen irányt vett, hogy akkor az olaszok mondták, hogy elmentek. Mondhatod, Tamás, a vakcina kapcsán is ugyanez volt, tehát amikor ugye Magyarország kínai és orosz vakcinát vett, akkor pont Krekó Péterék és a hozzá hasonló gondolkodók, vagy nem tudom, tanácsadók, azok arról beszéltek, hogy itt a kínai és orosz befolyásnak a növekedés érzékelhető Magyarországon, azért mert gyakorlatilag az embereket megmentik a vírustól, egészen elképesztő. Tehát, csipet nem kapunk, azt nem mondták meg. Az lenne a következő orosz, lépés. Igen, csak azért megint azt gondolom, hogy azért fontos, most már nem fogok többet így ennyire szembe dicsérni téged, Dani, de köszönöm, mert minden Dani éljen, hogy ha ez igaz, amit mondanak, akkor bocsánat, ha az ő logikájuk igaz, szerintem hajmeresztő marhaság, de mégis, ha elfogadjuk igaznak, akkor ezek szerint amerikai imperializmus az amerikai vakcina, és angol imperializmus az angol vakcina, és német imperializmus minden német megoldás. Ja, az nem. Ők nyilvánvalóan szívjóságból teszik. Jó, még a németek rendben van, egy közösségben vagyunk, na de a britek már kívül vannak, amerikaiak kívül vannak, és úgy emlékszem, mintha ezeknek az országok részéről gazdasági döntések, lépések mögött, minthogyha ma ezt mondjuk diplomatikusan geopolitikai, hogy mindenki értse, durva hatalmi érdektörekvések is meghúzódnak. Szóval egészen fantasztikus, hogy egy mondaton belül képesek egy egyébként tartalatlan logikát megfogalmazni, majd azt rögtön cáfolni is. Én arra leszek kíváncsi, hogy amikor a magyar vakcina el fog készülni, most már úgy van a hírek, hogy akkor mi ezt akkor bezárkózva. Az a dübörgő a Kárpát-medencében oly annyi problémát jelentő magyar nacionalizmusnak lesz a jele. Az egyébként emlékezzetek, amikor kijött az a hír, hogy Magyarország gondolkodni fog abban, ez még a járvány kezdetén, hogy saját vakcinát fejleszten, és akkor ezek a már említett független objektív médiumok így megírták viccesen, hogy na majd a magyar vakcina, úgy, mintha egyébként nem tudom hány találmányt találtunk volna fel eddig a történelmünk során. Tehát ez... De minthogyha Karikó Katalin személyében nem egy magyar... az egész világ egy magyar tudós csodájára jár. Hát álljon meg már a menet. Szóval jó, tudom, persze az ő gondolkodásukban a tények azok tényleg egy mellékkörülményt jelentenek, amelyek figyelembevételéről bármikor rugalmasan lehet szakadni, de azért mégis. De miért van ez egyébként mindig, hogyha az Európai Unióra bízunk bármit? Migrációs válságkezelés, vakcinabeszerzés, az vagy elkésik, vagy rossz irányba tart, vagy rosszul működik, tehát ez miért van? Mert valóság az, hogy van egy brüsszeli buborék, és a brüsszeli buborék még Brüsszel városában is csak egy szűk, az európai negyedre terjed csak ki, azon belül van egy a való élettől teljesen elszakadt racionalitás, mármint egy ilyen álracionalitás, és annak a logikájában születnek döntések. Kettő, hogy olyanná vált az Európai Unió működése, hogy nem az
emberek hétköznapi problémáinak a megoldása a lényeg, hanem az az ideológia vezérelt egyre intenzívebb csata, amiben a nemzetek fölötti Európai Unió háborút folytat a nemzetekkel és a nemzetállamokkal. És minden jó megoldás, ami segít az embereknek, megold valami problémát, annak nem tapsol Brüsszel, és azt mondja, hogy úgy, de jó, hát a magam eszközeivel ezt a jó gyakorlatot, a best practice-t terjesztem Európa szerte. Azt mondom, hogy képtelen. A nemzeti önzés klasszikus példája, hogy a spanyolok, vagy a portugálok, vagy a csehek, vagy a luxemburgiak ezt meg tudták oldani. És most ezt viccesen mondom, de senki ez nem gondolja, hogy ez halál komolyan, mély átéléssel ne tudná egy néppárti, vagy szocialista, vagy zöld, vagy liberális, vagy kommunista képviselő elmondani, hogy az adott országban élő emberek szűkebb tága közösségének a problémáját a megoldja egy ország, és nem papol a More Europe-ról, a még több Európáról, az Ever Closing Union-ról, hanem odafigyel az emberekre, akkor azt mondják, hogy ezen kéne túllépni, ezen a nemzeti önzésen, hogy Németországban ez a tartomány megoldja az emberek problémáját. Itt tartunk, hát lássuk be. És még mi jön ezután majd, hogyha Klára asszony, remek Európai Egyesült Államok lázálma, itten lábra kap. Szóval... Köszönöm, hogy segítettél átkötni a második részre. Most elmegyünk egy gyors szünetre, és a hazai baloldallal folytatjuk a beszélgetést, vagy baloldalról folytatjuk a beszélgetést. És már itt is vagyunk, folytatjuk a beugró hobbistát. Ott fejeztük be az előző részben, hogy áttérünk egy kicsit a belpolitikára, de megegyeztünk egyébként, hogy nagyjából minden belpolitika, úgyhogy folytassuk a beszélgetést azzal, hogy Magyarország a hazánk, Európa az otthonunk. Tudom még ilyen dolgokat mondani, és azért elnézést kérek a TV összes kedves nézőjétől. Tamás, hogy esett, amikor Jakab Péter azt mondta, hogy egy hosszú hajú ficsúr vagy, aki 30 éve élősködik a nemzet testén? Én mindig gondoltam, hogy irigykedik rám. Abban nézek, legább itt a hajadra hosszabb. Hát néven is nevezte, tehát tulajdonképpen el is mondhatjuk, nem csak a felesége vállán sírt, ha Istenem, hogy nézek ki ehhez képest, hanem elmondta. Nem, hát az a helyzet, hogy az a műmájérkedés, amit ez a szerencsétlen alak csinál, az tényleg drámai, de hát akkor ezek alapján nem annyira tetszik neked a Parizer kampány. Én a Parizert szeretem, a piros aranyt már akkor ismertem, amikor senki nem ismerte még Jakab Pétert. Ez jó duma, ez. Hogy ez az egész, az vérciki, na, szóval ő ettől lett ideges, tudom mondani, Péter, vérciki. Jakab Péter, Dobrev Klára, Karácsony Gergely, valószínűleg a napokban be fogja jelenteni, hogy elindul az baloldali előválasztáson, aztán ott van még Fekete Győr András? Ott van. Nem tudom. Mert azért elég erőteljesen érzékelhető, hogy itt ez a háromosztatú pálya, ez nagyjából így kijelölte Gyurcsány Ferenc, hogy kikre számít versenyzők gyanánt, és Fekete Győr András nincs a szereplők között. Nem tudom, ti hogy látjátok. Ő egy ilyen, nem tudom finoman fogalmazni, most már lassan 10 óra fele vagyunk, de egy ilyen hasznos hülyéje gyakorlatilag a baloldalnak. Finoman fogalmaztál így is. Gyurcsány, tehát mondhatunk bármit Gyurcsány Ferencről, de azért egy rendkívül jó stratéga, tehát látszik, hogy ő azért előre gondol, több lépéssel már a többiek előtt jár az ellenzéki oldalon, és ugye a Momentum az egy komoly probléma, egy megoldandó gond volt neki az ellenzéki térfélen, hiszen a Momentum volt az a párt, amelyik azt mondta, hogy
Gyurcsány Ferencből sem kérünk, velük is szakítani akarunk, és akkor most már gyakorlatilag betörte őket, hiszen Fekete Győr Andrásnak az interjúját követően, illetve az, hogy a tárgyalóasztalnál gyakorlatilag a Momentumot sikerült lenyomni, ezzel most már a Momentum egy jóval 10% alatti párt, amelyik jó eséllyel gyakorlatilag egyetlen egy egyéni körzetes sem fog tudni megnyerni a mostani választáson, még az előválasztáson sem várható az, hogy az egyéni körzeteknek a jelentős részében lenne Momentumos jelölt, tehát gyakorlatilag a többi pártnak a jó indulatától fog majd függeni azt, hogy a listán mennyi befutó helyet fog majd kapni a Momentum, tehát nagy bajban vannak, ezt Gyurcsány Ferenc elintézte. Jakab Péter az arra jó neki, hogy a ellenzéki vidéki szavazókat valamelyes mozgósítsa és a DK-hoz beszívja, ő egy ilyen szereplő, és Dobrev Klára meg azért van ott, hogy a látszat meglegyen, hogy itt valódi verseny van, de egyébként mindenki tudja már a baloldalon is, hogy Karácsony Gergelyt akarják egy ilyen közös jelöltnek. Miért nem tetszik Gyurcsánynak a fiatal, az ifjúság a Momentum képében? Most vitatkozom Danival. Ez a most belőle előtörő Gyurcsány imádattal kell vitatkoznom, bocsáss meg az iróniáért. Hát az a helyzet, hogy attól, hogyha valaki galambokkal sakkozik és megnyer egy partit, attól még nem Kasparov. Azért mondtam, hogy ez ellenzéki oldalon. Olyanokat választott magának sakpartnere, akik oda repülnek a táblára, azt főborítják a bábukat. Tehát azért ettől még az élő pontszáma azért a nullát nem haladja meg. A helyzet a következő. A magyar baloldalnak van miniszterelnök jelöltje. Úgy hívják, hogy Gyurcsány Ferenc. A cél az az, valóban ebből a szempontból van egy nagyon világos stratégia, hatalmat akar, és ott akarja folytatni, ahol kényszerűségből 2009-ben, majd a Stróm anyjának a bukása után 2010-ben abba kellett hagynia. Vissza akarja vinni az országot oda, abba a nagyszerű, csodálatos, fantasztikus helyzetbe, ami adóemelés, áremelés, szemkilövetés, dübörgő korrupció, széteső állam, nem felhasznált uniós források, ami az ő világa, és ennek a politikának, ennek az elképzelésnek a magyar baloldali vezére Gyurcsány Ferenc. A többi egy matiné, a többi egy bábjáték. Nem is érdekes, hogy mi történik. Hát tényleg, én egyébként titkosbefutóként Márki Zajra szavazok. Hát komolyan, hát hogyha a karikatúrának van karikatúrája, akkor az tényleg ő. De egy szó mint száz, ez egy olyan casting, amely castingban az egész castingot meghirdető ember már előre tudja, hogy magára osztotta a főszerepet, itt Gyurcsány akar hatalmat, és minden ezt a célt szolgálja. Az egész családját, klánt, dinasztiát is mozgósította ennek érdekében. Azért van ez, mert ugye 70-80% között van azoknak az aránya a magyar társadalomban, akik azt mondják, hogy Gyurcsány Ferencet nem akarják fontos pozícióban látni többet Magyarországon, tehát értelemszerűen magát már nem tudja miniszterelnök jelöltnek eladni, hiszen tudja, az ennyi belátása van, hogy az gyakorlatilag a nullával egyenlő kampány lenne egy országos szinten, ezért van az, hogy ilyen hát báb szereplőket kell keresnie, és így a Karácsonyban megtalálta ezt a lehetőséget. Azt ne felejtsük el elmondani, hogy egyébként a fővárosban kitűnően tudja irányítani Gyurcsány Ferenc Karácsony Gergelyt. Gyénémet Erzsébet ugye a legerősebb főpolgármester helyettes, gyakorlatilag az összes fővárosi cég ki van tömve DK-s emberekkel, a különféle gyurcsányi emberek nagyon jó zsíros állásokat kaptak a fővárosban az elmúlt időszakban. És meg ott van Kálmán Olga is, két MSZP-s polgármester átment ugye a DK-ba, így a DK nélkül nem lehet most már semmilyen ügyet átvinni a közgyűlésben. Ez a kulcs, és nem is kell mértette senki, hogy ez csak azt mondom, hogy ez már egy működő modell, ez egy már kipróbált működő modell a fővárosban, ezt akarnák mondjuk országosan is megcsinálni. A főpolgármester tudják, hogy Gyurcsány Ferenc. De minden, ami mikor és kinyerje a Lánchíd tenderét? A válasz Gyurcsány Ferencnél. Mikor, milyen komoly pénzekről, a fővárosi döntések szempontjából hatalmi kérdésről legyen szó, a dolog eldöntője Gyurcsány Ferenc. Mert neki van egy ereje, a Karácsony támogató fővárosi többsége az ő embere,
az a döntés lesz a többség döntése, amit a többség többsége akar. Hát a pofon egyszerű a helyzet. Ő ezt már kipróbálta, látszólag Karácsony Gergely ül a főpolgármesteri székben, a tényleges főpolgármester Gyurcsány Ferencnek hívják. Olyan szinten van ez, hogy emlékszünk, volt a színházak körül, itt a fővárosi színházak körül ez a mizéria, és akkor megírta pont szerintem a 444-ben a Direkt 36, hogy olyan szinten odafigyel a DK a fővárosi ügyekre, hogy amikor a Szabadtér színházat ugye kettészették, és Bán Teodorának az egyik irodából ki kell költözni a másik irodába, akkor Gyénémet Erzsébet és a DK azt figyelte, hogy most a fehér kanapé az ott fog-e maradni a régi irodába, vagy átmegy az új irodába. Tehát ilyen szinten Karácsony mellett vagy felett irányítják a folyamatokat. Dóra, és itt említetted, hogy van vagy lesz egy casting, és alapvetően semmi értelme a castingnak, hiszen a szerepnek a szereplője, aki kapja, az már megvan. Igen. De mégis politikai értelemben a castingnak lehet szerepe, hiszen az ellenzéki pártok ezen időszak alatt valószínűleg tudják majd tematizálni a közbeszédet. Előválasztás, menj el szavazni, beszoktatni az embereket, hogy szavazzanak, hogy valamiféle narratívát adjanak a történetnek. Ebből a szempontból nem veszélyes egyébként egy ilyen előválasztás? Ne becsüljük le soha az ellenfelet. Ne becsüljük le soha a rivális, ha már a Fradiról, az MTK-ról beszéltünk, ugye a Magyar Kupában sokszor van az, hogy még a legjobb 64, nem tudom hol, megye kettes, meg megye egyes csapattal kell játszani, és nem azért, mert vakondúrással teli pályán kell játszani, normális pályán, mindig ugye a magasabb osztályú csapat megy vendégségbe, a nagy mellénnyel megy föl egy Fradi, egy MTK, egy Újpest, egy Videóton, egy ilyen meccsre, akkor még nagy pofon is lehet a dologból, pedig a képességbeli különbség, játéktudásbeli különbség az olyan. Egyáltalán nem. A képesség és a teljesítménybeli különbség az ekkora, baloldal meg köztünk, de ne becsüljük le őket. De én azt tudom mondani, hogy ma azok a dolgok, amiket ők tematizáló elképzelésnek jelöltek ki, azok gyalázatos támadást jelentenek a magyarok többsége ellen. Tehát ez az oltásellenes kampány, amiben beleálltak, amire rátették most az összes kreditet, az összes zsetont rátolták erre, vesztőben vannak, de még többet, azt, ahol mindenhonnan hoznak, ez emberéletekről szól. Tehát nehogy bárki félreértse, eszemágába sincsen ezen tréfálkozni, ízetlenkedni, de hát azért az egy teljes képtelenség, hogy párton belüli kimondott elvárásokat megfogalmazva DK-s önkormányzati képviselők visszautasítják a keleti vakcinát, és utána megbetegednek, és volt köztük olyan, aki meghalt. Hát ez elképesztő, tényleg elképesztő, tehát úgy tűnik, hogy semmi ember élet nem számít egy hatalmi célt szolgáló elképzelés képviselete érdekében. Amit Gyurcsányné most itt az Európai Egyesült Államok űrülete ügyében elkezd, és készüljünk föl, hogy ezt a dolgot ezt tolni fogja, az, hogy ők internacionalisták, ők nem szeretik Magyarországot, nekik elegük van mindenből, ami nemzeti, ami magyar, és ezt az országot ezt le akarják cserélni, le akarják váltani egy Európai Egyesült Államokra. Ők olyan helyzetet szeretnének, ahol azért nem fenyegeti őket választási vereség, mert nincs Magyarországon választás, mert Brüsszelben van egy kormány. Aztán majd egy kormányt, majd olyan választási rendszerben választunk meg, ahol egyszerre Németországban, Spanyolországban, Magyarországban, Luxemburgban, nem mondom, további 24 országot vagy 23-at, és ott. És akkor ott majd óriási eredménnyel egy államtitkárság, vagy egy minisztérium államtitkárságban egy helyettes államtitkár az magyar lesz. Gratulálok, és mindenről ott fognak dönteni. Hát gondoljunk már abba bele, hogyha ma ez az Európai Egyesült Államok nevű őrület lenne, akkor 2 millióval kevesebb magyar lenne beoltva. Mert akkor azt kéne csinálnunk, mint amit Brüsszel elvár. Akkor ki tudja, hány százezer illegális migráns grasszálna itt az országban. Akkor nem lenne jogunk, mert megtiltanák, hogy annyit fordítsunk a családok támogatására, mint amennyit fordítunk. Akkor nem lehetne levinni a társasági adót, mert most ez az új brüsszeli kitaláció, hogy ez agresszív adózási gyakorlat, értsd, a versenyképességedet, a gazdasági teljesítményedet megmutatandó alacsony az adó. Ez képesek, új beszél, Orwell művéből ismerjük, ez képesek agresszív adópolitikának beállítani, és napestig lehetne még ezeket az őrületeket sorolni. Hát Dobrev Klára ennek a programját fogalmazza meg.
adóemelés, családtámogatás megszüntetése, nemzeti szuverenitásnak a felszámolása, migránsoknak a beengedése, betelepítése, üzzük ki Magyarországról a keleti vakcinákat, és legyünk abban a katasztrofális helyzetben, hogy hosszú tömött sorokban kelljen állnia és várnia a magyaroknak, hogy majd egy-két-három hónap múlva, mikor tudom megkapni az első oltásomat. Ez az ő programjuk. Ezzel próbálják majd tematizálni ezt az időszakot. De nyugtassatok meg, azért titeket is megérintett, amikor Dobrev Klára abban a videóban, amikor bejelentette a miniszterelnök jelöltségét, a szegénységről beszélt, és mennyire átérezte a szegénységet. De nem az volt, hogy vissza fogják adni a lopott javakat? Na, azt láttam, azt a videóját láttam. Igen, volt egy... Azóta várják, hogy azóta várják az apró filmet. Igen, tehát úgy tudom, az az, tehát akkor valahova máshova fog költeni. De szerintem ezt fogjuk föl egy három gyerekes családanya tudásvágyának, egy teljesen ismeretlen dologgal is elkezd foglalkozni az életnek egy olyan szeletével, ami az soha nem volt köze. Kivételezett kádercsalád gyermekeként nőtt föl, anyagi javak szempontjából egy olyan jól eleresztett élete volt, hogy csak na, hát nyilvánvaló, hogy most itt van az ideje, hogy valamivel, ami számára egy teljesen ismeretlen világ elkezdjen foglalkozni. De tényleg megható volt, amikor, meg hiteles, amikor a szegénységről beszél Dobrev. Mert még az lesz szép, amikor egyébként sűrű tömött sorokban az összes létező DK-s piros, fehér, zöld arcfestékkel az Európa bajnok, majd az Európa bajnokságon, az egyébként elutált Puskás arénában. A mérkőzés előtti napokban pedig az összes létező, hát ismerős, aztán túlzás, de általuk elérhető embert az állami igazgatásban hivogatni fel, hogy nincs véletlenül jegyed, mert hát szeretnénk bemenni, sőt, ugye? És a független objektív sajtó pedig az EB előtt napokkal, meg hetekkel is fogja folyamatosan írogatni a cikkeket, hogy teltházban rendezni meccseket, emberkísérlet, stb. Majd ugyanezek az újságírók. El fognak menni megnézni, hogy milyen az emberkísérlete, van, persze. Plusz utána a körúton ugyanúgy a tömött sorokban majd ott fognak emlékeztek szórakozni. Emlékeztek amúgy 2015-ben a norvég pótselejtezőre? Én nagyon emlékszem rá, hogy a meccs előtt kitették, hogy Orbán Viktor kedvence a Kölnhez, és azért válogatják be az NB3-ba. Majd rúgott egy gólt, ugye nyertünk, és akkor hirtelen a legnagyobb szurkolóval változtak, hogy hol volt az a tehetséges fiú, hát egy német edző kellett, hogy végre berakja, és Orbánnak keresem. Fekete Győrnek is volt ilyen átfordulás. Igen. Egyik nap arról beszél, hogy minek stadion. Miért nem lehet átélni ezt az extázist Magyarországon? Hát miattad, tehát valahogy úgy emlékszem, hogy miattatok, erre jöttetek létre, hogy ne élhessük át ezt az extázist. Igen, azért ha megengedtek egy félig komoly mondatot, azért azt nem gondoltam volna, hogy a magukat új politikai nemzedéknek hazudók fogják azt a leggyalázatosabb, legszörnyűségesebb hagyományát és gyakorlatát felelevinníteni és képviselni a Kádár rendszernek, ahol a nemzeti önazonosság megvallása, a nemzeti identitása be van zárva a stadionokba. Mert ugye ők minden, ami magyar, minden, ami nemzeti, az fúj-fúj, Európa, piros-fehér-zöld nem, szivárványszínű zászló igen, de a sportban, és abban is a fociban és a stadionban, pedig én is felemelem a piros-fehér-zöld zászlót. Tehát ez a Kádár rendszernek az egyik leggyalázatosabb dolga volt, hogy oda internálta a nemzeti érzés szabad megvallásának a lehetőségét, és jönnek ezek az alakok, és ezt újra akarják éreszteni, hogy nemzeti érzés megvallása bűne, jó, hát a stadionban én is a magyaroknak drukkolok. Hihetetlen egyébként. Mennyire kell attól tartani szerintetek, hogy akár itt az következő egy évről, magáról a választásokról, hogyha beszélünk, hogy hát külföldi behatás, külföldi próbálkozások, akár az Európai Unió részéről, akár nyugat-európai lapok részéről, akár Amerika részéről, mennyire lesz jelen a magyar kampányban. Egyébként ez ma már nagyjából el is kezdődött. Pont a Economist, ugye Karácsony Gergő ott volt, és ott beszélt arról is, hogy ő nem szeretné, hogyha legyen bármilyen külföldi befolyás, mert az ugye... Az Economistban mindezt, ugye egy brit lapban. Ez magyarra lefolytva azt jelenti, hogy ő már várja azt a bizonyos külföldi beavatkozást, tehát gyakorlatilag bárhonnan jön, akkor azt nagyon örülne neki. Eldicsekedett mind a két politikai képességével. Magas és sovány, mind a két elmondta. Egészen elképesztő, és tehát lesz mindenképpen
az összes Vera Jurovástól minden estül gyakorlatilag az Európai Unióból érkeznek az ilyen típusú támadások, talán jogállamisági mechanizmusról nem kell sokat beszélni, az is ugye egy ilyen próbálkozás volt, most úgy tűnik, hogy azzal nagyon sok mindent nem fognak tudni kezdeni a választási kampányig, de azért próbálkozni fognak. Én arra leszek kíváncsi, hogy például az Egyesült Államokból a demokrata adminisztráció irányából milyen típusú nyomásgyakorlás fog jönni. Eddig úgy tűnik, hogy készülnek valamire, tehát a hírek szerint azért az amerikai nagykövetségre sűrűn járnak a ellenzéki politikusok, kérdés, hogy milyen típusú nyomásgyakorlás jön onnan. Láttunk már korábban, tehát 2016 környékén, jól emlékszem, akkor volt hasonló. Igen. Ez 14. Jó barát? 14, bocsánat, már összefolynak az évek, 14 volt, igen. Szóval az a helyzet, hogy mit fognak csinálni, ami a csövön kifér. Minden szabálytalan, meg nem engedett teljesítményfokozó szert a magyar baloldal rendelkezésére fognak bocsátani. Az ötödik hadoszlop az itt fog küzdeni, az Európai Uniótól, Jurova barátnőnk, Timmermans barátunk, mindenki felsorakozik, ami a csövön kifér. Két dolgot szeretnék ezt hozzátenni. Egy, 2010-ben ugyanez volt, nyertünk. 14-ben még több volt, nyertünk. 18-ban még több volt, nyertünk. Ne becsüljük le ezt a hátrányunkat, hogy ilyen ellenszélben kell cselekednünk, csak azért úgy se csináljuk, mintha ez most jelenne meg, azért már e tekintetben tapasztalatot ne szerezhettünk volna. Kettő, hát azért vannak az ország határaink kívül nekünk is barátaink. Hát nem arról van szó, hogy a 93 ezer négyzetkilométeren kívül, aki megszólal, az mind azt tudja mondani, hogy kora gyerekkorától azzal álmodott, hogy újra Gyurcsány Ferencnek hívják Magyarország első emberét, hanem nagyon sokan, mert egyetértenek azzal, amit csinálunk, mert Orbán Viktor politikáját helyeslik, mert úgy látják, hogy megbízható, stabil partner Magyarország, amellett fognak szót emelni, hogy igen, ők ezzel egyetértenek, ami itt van. És persze, mert ők jól neveltek szemben a magyar baloldal támogatóival, persze ezt mondani, hogy a döntés a magyar embereké, de mégis, ha már a véleményüket kérdezték, akkor remélik, hogy 10, 14 és 18 után 22-ben is hasonló irányba mutató döntés lesz. Tehát van barátunk, vannak partnereink, van nemzetközi támogató közeg, a polgári nemzeti kereszténydemokrata tábor, mármint magyar polgári nemzeti kereszténydemokrata tábor mellett is, azért ezt se felejtsük el, mielőtt túlságosan megijedünk ettől a helyzettől. De hát azért annyi esélyünk van, mint Russell Crowe-nak a Gladiátor című filmben, amikor jönnek a vadállatok a különböző helyekről a Kolosseumban, de mi lett a vége? Azért egész az utolsó pillanatig mindenkivel elbírt. Ez annyit hozzátenni még az oltás kapcsán, hogy ugye miről volt szó az elmúlt most már 5 hónapban, Magyarországnak volt egy álláspontja, gyakorlatilag az egész Európai Unió azzal szembe ment, tehát Brüsszelből is jött, hogy a keleti vakcinák miatt a támadás. Pont megvizsgáltuk, az Európai Unió 27 kormánya közül gyakorlatilag az összesnek csökkent a támogatottsága, vagy legjobb esetben stagnált, míg a Fidesznek a támogatottsága egyébként áprilisra nőtt valamelyest, míg az ellenzék az stagnált, gyengült. Tehát ebből a szempontból látszik, hogy hiába jönnek az ilyen típusú támadások vagy kritikák, hogyha a valóságérzékelés az embereknek az, ami tényleg ami történik az országban, és látják azt, hogy ez egy jó dolog volt, akkor tényleg mondhatnak bármit Brüsszelben, onnantól kezdve amíg a magyar emberekre van bízva a döntés, addig a valóságot fogják érzékelni. Hát ezt, ahogy a miniszterelnök szokott fogalmazni, hogy nekünk soha nem abban a helyzetben vagyunk, hogy igazunk van, hanem igazunk lesz. Ez valóban, amikor megfogalmazzuk az álláspontunkat, mindenki nekünk rohan, 2015 migrációs válság, most 2020-21 a pandémia, a járvány kapcsán, hogy mit is csinálunk, de hát azt tudom mondani, hogy még mindig jobb ez, hogy legalább, ha éppen a jelenben nincs igazunk, de legalább igazunk lesz, mivel jövő időben lesz a választás, ezért bízom, hogy a 2022-es választást illetően ezt mondhatjuk, igazunk lesz. Legyen a végszó. Lajos Tamás, nagyon szépen köszönöm, Deák Daniel, köszönöm, hogy itt voltál, Áron, köszi, hogy itt voltál, köszi a segítséget. Nagyon köszönöm nektek is a figyelmet, jövő héten már nem én jelentkezem, úgyhogy találkozunk a Riporterben jövő vasárnap. Sziasztok!